2013 óta minden évben többször találkozik a hat település kórusa, azért, hogy együtt és külön-külön is bemutatkozzanak egymásnak és a közönségnek. Pénteken is így tettek a Művelődési Házban. A Füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda programjának célja, hogy közösségben tartsa az időseket a népdalok és a népzene erejével. Ez a projekt valójában egészségre nevelés, egy prevenciós projekt, azon belül is az idősek közösségben tartásáról szól, hiszen az időseket csak úgy lehet közösségben megtartani egészségben, ha valamilyen cél lebeg előttük, és valójában mindig ők, ugyanúgy, mint a gyerekek, a felnőttek, az idősek is készülnek valamilyen feladatra. 2013 óta nagyon-nagyon sok változás történt a kórusok életében. Nem csak, hogy szeretnek egymáshoz járni és készülődni, tehát maga a készület, maga az út is fontos, hanem ezek az együttesek, ezek a pávakörnek nevezett, régen pávakörnek nevezett, ma népdalkörnek nevezett csoportok, eljutottak nagyon sokféle megmérettetésre. Akár saját házuk táján szerveztek valamilyen megmérettetést, megyei szintű megmérettetéseken is többen vettek részt, ahol szép eredményeket értek el. Azon kívül az országos nyugdíjas ki mit tudokon is egy kórus kivételével mindenki részt vett. Sőt, elmondhatom, büszke vagyok rájuk, mert hiszen a legalacsonyabb kitüntetés, azaz értékelés, az arany minősítés volt. Azt fontos tudni, hogy ők nagyon-nagyon készülnek, és a minőségi munkára is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért ők aranyminősítéssel, kiemelt aranyminősítéssel, de nagyon-nagyon sok élményet értek haza ilyen megmérethetésekről. A palóc népdalcsokrok mellett előadásokat hallgathattak Kisnébozó Saroltától, az idősek közösségben tartásáról, valamint Kisné Stankovics Ildikó, a Füzesabonyi Járási Népegészségügyi Osztály járási ápolója az egészségmegőrzés fontosságáról beszélt.